Az első hatalmas nagy megbontási kísérlet az az unokák és a nagyszülők nemzedéke közötti jégbevágása volt. Hogyan érték el? A szülők generációját tönkretették. Na most, szülők generációját tönkreteszik, ez azt jelenti, hogy ideges lesz a saját apja felé is, és a saját gyereke felé is. Magyarul kialakul egy teljes meghasonlottság felé vezető állapot. Először csak idegesek lesznek. Nemzedéki válság. Nem értenek szót egymással. De az igazi, hogy úgy mondjam, pont a nagyon öreg és a nagyon fiatal. Tehát ha ott éket tudnak vágni, akkor ott gyakorlatilag a nemzedéknek a napja leáldozott. És miért? Mert akár van módja egy népnek jó időket, daliás időket megélni, akár nincsen, általában a gyermekek szellemi vezetése, gondozása, irányítása, nevelése az egy szerves, egészséges társadalomban nem az édesapának és nem az édesanyának a feladata, persze, hogy az övé is, de az övé elsősorban a mindennapi kenyér biztosítása. Tehát ez mit jelent? Dolgozni fog. Ki marad otthon a gyerekkel? A nagyszülő. Tehát ki az, aki az unokák nemzedékét tulajdonképpen útnak indítja? Az öregeknek a nemzedéke. Az öregek nemzedékében ott van az örök élettapasztalat, mivel leélt egy életet. Tehát ez azt jelenti, hogy számára az élet egy tömény tinktúraként, a quinta essenciaként jelenik meg az ő lelkében. Tehát ő már nem minden áron itt akar élni, már nem akarnak az öregek minden áron itt élni. Ők az örökké valóságot keresik, már nem a múló tünemények világát. Az ide való élethez tulajdonképpen most ebben a menetrendben egyedül az unoka fogja kötni. Ott érez még magában e világhoz kötődő hatalmas nagy feladatot. És azt is tudja, hogy mire ez a kis unokakorú gyerek majd eljut mondjuk a 20. 30. életé, ő már rég nem lesz ebbe a világba. És gondolom, aki már látott ilyet, az meg tudja erősíteni, hogy egy gyerek, egy óvodáskorú gyerek, egészen máshogy szalad mondjuk, szeretett szaladásról van szó, apjához, anyjához, mint nagyanyjához és nagyapjához. Máshogy viselkedik egy gyerek a szüleivel és a nagyszüleivel. Még a mai megnyomorított világban is általában egy gyerek, hol a legtermészetesebb, legkötetlenebb, hogy így fogalmazzak, és hol érzi magát úgy a leginkább olyan jó fokozaton, amikor a nagyszüleivel találkozik. Miért? Mert egy nagyszülő már nem fogja azokért őt regulázni, hogy kisfiam, ne tedd ide, ne tedd oda, ne így csináld. Túl van már ezeken. Ez a szülőre való feladat. Egy nagyszülő, ha ő tényleg nagyszülő, az élet nagy dolgait nem mondja, mert ezt nem mondja, árasztja, sugározza magából. És mivel ez gyerek céllal születik a világba, hangsúlyozom, céllal születik a világba, tehát van küldetése, van feladata. Cél nélküli felnőtt emberek társaságában nem fogja magát jól érezni. Tehát nyilván vonzódik ahhoz, aki már leélte úgy az életét, jó esetben, hogy nem érezte még se céltalannak, még egy mai világban sem, és valamit szeretne visszaadni. Nem magának, hogy kapjon belőle, hanem a következő nemzedékeknek. És minden ősi bölcsességnek, minden hagyományban gyakorlatilag két jelzője van. Ez a kettő ráadásul akár ellenmondónak is tűnik. Öregnek hívják és gyermeknek nevezik. Ha olyanná nem lesztek, mint egy kisgyermek, Jézus ezt nem óvodásoknak mondja, hanem felnőtteknek. Tehát valamit érezni kell. Tehát keleten ezt a bölcsességet úgy nevezik a taoizmus,
Tehát Tao az magát az utat jelenti, egyébként ugyanaz a T betű van a Tao-ba, mint az útba. Tehát mit jelent a Tao? Azt jelenti, hogy út. Milyen nyelven? Hát persze kínai nyelven, gondolom tudjuk. És hát nyilván akkor a kínaiaktól vettük át az útszavunkat. Hát nyilván nem erről van szó, hanem vannak egyetemes jelenségek, és nálunk az út ugyanúgy a T-hang köré szerveződik, és mint ott, és máshol is, és gondoljunk a tien szó, vagy a tengeri szavakra. Hát ezek végig belső ázsiai népeknél ez a T-vel való indítás, ez már az eget fogja jelenteni. Ha ezt személyesítjük, akkor a T körül milyen minőség fog szerveződni mondjuk egy Szent Háromság vonatkozásában? Hát nem a fiúi, nem a Szentlélek, hanem az atyai. Tehát az atyai. Tehát az út ezért nagyon régi. Öregebb az ország útjánál. Tehát ez nagyon öreg, nagyon ősi nyomvonalról van szó. És mivel örök, ezért öreg. És hogyha én megéltem hitelesen egy életet, hát az evilági ilyen típusú útnak én nem a kezdetén vagyok, hanem a végén vagyok. Na de akik születnek ebbe a világba, azok viszont a kezdetén vannak. Túl van már bonyolítva, de hol van az a nyiladék? Hol van az a kapu, amelyiken a nagyon öreg kimegy, és a gyerek pedig bejön? Ugyanaz a kapu. Most gondoljuk végig. Az öreg ember ösztönösen érzi, hogy melyik irányba távozik. A gyerek pedig még ösztönösen emlékezik, hogy milyen irányból jött. Az egyiknek hatalmas nagy az élettapasztalata, ez az öreg, de kevés a testi ereje. Másik tele van ha testi erővel, energiával, lendülettel, egészséggel, virtussal, de nincs élettapasztalata. Na most, ha ez a kettő viszont találkozik, nem kettőjükről van szó, az a nép legyőzhetetlenné válik. Tehát a nagyon öreg és a nagyon fiatal. És például az úton járónak a neve, ez a bizonyos Laoce, vagy Laoce egy dolgot jelent. Tehát ez a taoizmusnak a megalapítója, a távol-keleti hagyományok világán belül. Öreg gyermek, vagy csecsemő gyermek, ezt jelenti a neve. De megvan az asztékoknál is a hagyomány, megvan Indiában, megvan mindenhol. Mert emberileg, amit el lehet érni, emberileg, az az én személyes irányultságomból ered, mert Csaba királyfi, hát ott van a személyes élete, az az ő személyes élete. Na de Bendegúz, a nagyon öreg, az már nem Bendegúz személyes élete, az már az ősöknek az élete. Tehát az egység, és a nemzetség, és a nép, tehát az, hogy valaki egy nép életében valaki, a nép pedig a nagy általánosságok mentén jelenik meg, hát gondolom érzékeljük, így tud találkozni. Tehát néppé válásnak, vagy újra nemzetté válásnak alapvető sajátossága az, hogy egy ma született gyerek a legnagyobb bölcsességgel, tapasztalattal kell, hogy találkozzon. Ha ez nincs meg, akkor csak reményeinket tudjuk a ma született gyereknek mondani. Keressen, aztán lehet, hogy majd úgy fog megöregedni, hogy majd ő viszont tovább tudja az akkor megszületett csecsemőnek adni az örök értékeket. Tehát lehetőség mindig van, csak kérdés az, hogy kell várni egy nemzedéknyi időt, vagy nem kell várni. Hát sajnos most az a helyzet, hogy pont félúton vagyunk. Tehát egy biztos, a ma született csecsemők pont abban a helyzetben vannak, hogy nem találkoz, ritka kivételtől eltekintve. Hangsúlyozom, ritka kivételtől eltekintve, és ezt senki ne vegye zokon. Tehát a mai öregek
nagyon sokszor, és ez nem általánosítás, ha odaadja valaki mondjuk a gyerekét a nagyapához és a nagyanyához, mit fognak csinálni? Együtt néznek tévét. Tehát itt vannak ám a problémák. Miért? Mert azért, azért mögöttünk van úgy 50 év, hogy arra vissza kell emlékezni. Nem volt, nem mindenkinek volt módjába átvenni. Miért? Mert az apja meghalt az első világháborúban. Nem kapta meg azt az örökséget. Akkor jöttek azok az elképesztő ideológiák, amelyek bedarálták a nemzettudatát, a személyiségének a lényét, az élet benne megfogalmazott értelmét. Tehát mit fog most továbbadni? És mégis megvan mindig a lehetőség. Miért? Mert gondoljuk végig. Egy Csaba királyfi, egy Bendegúz. Tehát nem arról van szó, hogy 100 000 Csaba királyfi elindult, és 10 000 000 Bendegúzzal találkozott, hanem egy ember elindult, és egy másik emberrel találkozott. És ahol ketten-hárman az én nevemben összejönnek, én ott vagyok köztük. Ezt maga a világ megváltó mondja. Tehát van egy minőségi jelenlét, viszont érzékelni kell valamit. Kárpát-medence megmaradásának, egységes létének, működtetésének és a nemzet visszatalálásának nemzeti szintre, tehát a nép visszatalálása, sőt, országlakosi szintről népszintre, és népszintről nemzetszintre való visszatalálásának. Hát ez a kettősség, ez gyakorlatilag elengedhetetlen. Tehát vannak dolgok, amikből sajnos azt kell mondani, hogy nem lehet alkudni. Ez azt jelenti, hogy teremteni, mert a világ meg van teremtve, tehát lehet folytatni. Tehát nyilvánvaló módon most nem ez a feladat. Majd a újrateremtésnél tényleg fontos, de az első moccanása a teremtésnek az, amikor egy kettőség megjelenik. Tehát ameddig szemrebben és nélkül vissza lehet követni. Na ez jelenne meg Csabában és Bendegúzban. Tehát az egyik a nagyon öreg, a másik a nagyon fiatal. A kettő egyesül, az éfiúnak a tettereje, na de mit ér a tetterő, ha nincs mögötte bölcsesség? Tehát akkor nem sokat ér, és az öregnek a bölcsessége. És gyönyörűek, minden krónikánk elmondja egyébként, és külön hangsúlyozza, hogy tanácsot tartva Bendegúzzal, az összes többi magyart arra bíztatták, buzdították, és Csaba, amíg él, Csaba egyébként mindig él, mert örök ifjú, tehát ő az örök ifjúságnak a letéteményese, tehát Csaba királyfi. Az ember nem tudja Csaba királyfit úgy elképzelni, mint hogy magát a nyugdíjfolyósító intézet előtt kicsit van. Hát jöttem Csaba királyfi Nemzeti Történelmi Nyugdíjosztó Bizottságától, hát egy kis nyugdíj. Tehát szó nincs erről. Tehát örök ifjú. Ez azt jelenti, hogy a bennünk lévő megújító erő. Tehát a mi bennünket állandóan megfiatalító, újjáteremtő, újjávarázsoló erőnek a letéteményese Csaba királyfi, és ezért jelenik meg Csaba a kettő között. Tehát gondoljuk végig. Itt nincs hazája, úgymond, mert el kell mennie. De mivel megy el? A hazatudattal, hogy hazámban népemnek vissza kell térnie. Oda elmegy, ott már nyilván ott van a nagyapja, de semmi hír nincs arról, hogy őt annyira befogadták volna őt, hogy aztán ő lesz Kíti a királya. Tehát végeredményben Csaba királyfi a kettő között. A két ős haza között teremti meg, és a küldetés között teremti meg a kapcsolatot. És egyetlen egy gyakorlatilag mozgósító erő van, és ez mindent, hogy úgy mondjam, mozgósítani képes, Attila király örökségét vissza kell szerezni. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt bőtermés van, hát akik ott élnek 10 000 kilométerre, most őszintén, mit fog mondani egy felnőtt ember? Hát lehet, hogy jobban terem a talaj,
én elboldogulok itt, én már nem megyek. Tehát kész. Tehát ez semmi. Tehát megint Pap Gábor figyelmeztetett, hogy figyeljünk fel arra, hogy népek nem nagyon szeretnek költözgetni. Ugye emberek sem nagyon szeretnek, ha csak nem mániákusak. És nem, nincs kényszerítő erő. Tehát az ember azt szereti, hogy valahol, mondjuk egy hazán belül, otthonra talál. És akkor ott érzi magát a hazán belül, a házban, biztonságban. És onnan tud kimenni. És hát aki naponta kénytelen lakást váltani, vagy valami, hát előbb-utóbb nem jó. Tehát egyszer-kétszer még az ember a kaland, meg a változatosság, meg hát élni kell ezekkel a lehetőségekkel, de azért mindenki szeret legalább pár évre. És olyan pár évre. Hát régen egy helyen élték le az életüket. Tehát nagyon nagy indoknak kell lenni, hogy a megszokottat, mert itt ennek a társaságnak, ennek a csapatnak, aki majd átjön ide, ez lesz itt a megszokott. Hiába térnek hazából vissza hazába, hát végeredményben ma úgy mondanánk, itt szocializálódtak. Ott nőttek föl, ott cseperedtek. Tehát mekkora hívó ereje van Attila király küldetésének, és örökségének, és öröksége beteljesítésének. Tehát azért gondoljuk végig, Attila király öröksége, az a hír járja, hogy elvész. Népek visszaélnek és nem élnek vele. És abban a pillanatban tanácsot tartanak, és visszatérve most már Anonymousról, Anonymoushoz, a Gesta Hungarorum szerzőjéhez, ő elmondja, hogy a 7 fejedelmi személy, akit 7 magyarnak mondanak. Ezt most jegyezzük meg, mert nagyon fontos lesz. Ugyanis van 2, és ha én azt mondom, így leírom, hogy hát nem is úgy, hogy 2, de a K, mint mással hangzó, milyen mással hangzó családba tartozik. K betűkkel szól keményen, címe, költőnk és kora, mondja József Attila, köhögős mással hangzó, tehát KHGG mással hangzó kategória. Tehát ez azt jelenti, hogy a K-nak váltó hangja lehet a G, a H és a G. Most próbáljuk meg a H-val. És hogyha itt számnév vonatkozásában 2-séget kapunk, akkor a H hanggal indítva milyen számossághoz fogunk eljutni? 7-es. Tehát ez azt jelenti, hogy kialakul Szkítiában indulás előtt egy 7-es rendszer. Tehát ébresztő. Mindenkinek, aki állandóan csak úgy tud elképzelni dolgokat, és ez már a középkorban is egyébként így van, hogy hát itt nem 7 törzs jött be, nem 7, mert ott voltak ezek is, ott voltak azok is, ott voltak amazok is. Nem fogjuk elinni, 108 nemzetségről van szó a krónikákban. 108 ősi szkíta nemzetség. Tehát ez mit jelent? Az, hogy 108 nemzetség jött be, ennyit jelent. Na de ha elindulnak, szervezetten célba akarnak érni, a mozgáskészségüket, irányíthatóságukat meg akarják őrizni, milyen rendez be fognak tömörülni. Ezt nevezik 7-es szervezettségi rendnek. Tehát ez nem luxus kérdés, nem az a kérdés, hogy volt-e több törzs vagy nem volt, ahány törzs van, 7-es rendbe fog tömörülni. Ennyi. És gondolom, érzékeljük, hogy itt már óriási problémák vannak, amikor kiváló koponyák jönnek szó szerint azzal a szöveggel, amit nem kéne mondani. De hát ez nem 7 törzs, mert még volt még egy, meg a kabarok, meg a kazár, meg persze minden. Teljesen mindegy, aki csatlakozott, egy 7-es rendszerbe vagy beépült, vagy kisodródott onnan. Tehát ez nem vita kérdés. És akik jártak Szaharába, Afrikába, itt ül valaki.
és többek között Pap Gábor is, mindig ráhivatkozunk, megtette azt az utat, elmondja, hogy például beduin karavánok is. Tehát amikor útra kelnek, kimutathatóan. Soha nincsenek olyan kevesen, hogy egy hetes rendszert ne hoznának létre. Tehát nem ötös a mozgásnak, tehát az úton levésnek, nem tízes, tizenkettes, hanem hetes lesz a száma. És vajon miért? Mint a mennyben, úgy a földön. Tehát földről nézve, itt a földön állva, földről nézve, ég felé fordulva. Hány mozgó égi testet tudok szabad szemmel életem során nyomon követni? Nem olyan sokat. Mindössze hetet. Ezt nevezik hét bolygórendszernek. És ebbe a nap és a hold is beletartozik. Tehát a Szaturnuszon túli bolygókat nem azért nem számolták be a hét bolygórendszerbe, mert még nem volt nagy távcsövük, hanem azért, és bizony ez egy kemény tétel, mert egy nemzedéknek, egy emberöltőnek, ugyanakkor pedig egy emberi életnek, tehát egy embernek saját magának egész életében mindössze hét bolygó, bujdosó csillag, hét mozgó égitest megfigyelésére van lehetősége. Tehát az Uránusznak már olyan nagy a ciklus ideje, nem tudom hány száz év, hogy egyszer nincs értelme, nyilván látják. Na de mire megint látom majd, eltelik 300 év. Kit érdekel? Tehát kit érdekel a szó szerint olyan élet szempontjából, hogy én is, családom is, népem is, nemzetem is múlt, jelen, jövő vonatkozásában folyamatosan egy kozmikus ritmus alapján élje az életét, és ne lehessen hazudni. Mert olyan ügyek vonatkozásában, hogy felbukkan 500 évenként, akkor kicsit olyan, hogy hát ha akarod, elhiszed, akarod, nem hiszed. Azért a földi életnek van kozmikus alapozottság vonatkozásában egy olyan jelentés, hogy egy emberi mikrokozmikus jelenség. Tehát a mikrokozmosz, ez maga az emberi felépítmény, ez hűen tükrözi az egész makrokozmoszt, a nagyvilág mindenséget. Tehát nem az lesz az izgalmas, hogy még mi minden van az én tájékozódási köröm határán túl, mert sok minden van, hanem mi az, amelyik mindenkinek, mindenkorban, általánosan, örökérvénnyel, mint amennyiben, úgy a földön szól. Ha erre rá tud hangolódni, akkor hazajut. Ha nem tud ráhangolódni, nem jut haza. Na most mire lehet ráhangolódni egy ilyen hetes ritmus képletre? Csak egy olyan ősi belső eredendő bölcsességgel, ahol a gyermek és az öreg egy lélekben békésen megfér egymással. És ezt nem kell magyarázni. Tehát ez az alapvető, hogy úgy mondjam, sajátosság. Akkor még elmondja Anonymus a Gesta Hungarorumban, mert ez is lényeges, és így meg kellene nézni az eredeti szöveget, hogy mert az, hogy szállongó hírből hallják. Tehát először Csaba királyfi viszi a hírt, igen ám, de a hír, és az, hogy szállongó hír, hát ez nálunk kicsit olyan, mert a magyar nyelvnek nagyon sok olyan fogalma van, amit egy irányba használunk kizárólagosan. Szállongó. És akkor elképzeljük azt, hogy két öreg ember vagy fiatal ember szállongó hírek alapján elkezd pletykálkodni. Hogy hallottad, hát valahol hallottam. Na most nem fogjuk elhinni, ez pontosan az a fajta szállongás, ami a mai köznyelv divattá vált, hogy lejött nekem. Csak hát nem mindegy, hogy angyal hozza le és valóban fentről jön, vagy mondjuk a szöszmözt fújja az észak-keleti szél. Tehát sok minden lehetséges. És ha valami száll, hát a hírnek mi a lényege? A hírnek pontosan az a lényege, hogy szárnya van. Tehát ágról ágra, szájról szájra, tehát van a hírnek egy ilyenfajta
természete. Tehát az ott lévők, akik tulajdonképpen most aktualizáljuk. Itt vagyunk bent, és állandóan szállongó hírekből halljuk, hogy ez Szkítia volt, európai Szkítia. Szállongó hírekből halljuk, hogy hát az nem biztos, hogy a finnugorizmus nagy igazságokat talált el, és akkor szállongó hírekből halljuk, hogy hát lehet, hogy Attila mégiscsak magyar király volt. Tehát szállom, mint a kis ritka hóesés, vagy száldogálnak dolgok. Tehát kicsit most már ez a szállongó, ez egy ilyen benyomást kelt. De eredendően lehet érzékelni, hogy hát nyilván a fordításban mindig van egy ferdítés. Tehát ami fentről száll alá hírként, az az ég irányából, az égből üzenet. Na most, üzenetre hogyan lehet ráhangolódni teljes melszélességgel? Hát az egek üzeneteit mozgás szintjén, gondolom tudjuk, mégiscsak a hét bujdosó, vándorló, mozgó égi test, igen ám, de álló csillagkép keretekben teszik végig az útjukat. Na de a mozgást kik biztosítják, jelentik, képviselik? Hát ez a bizonyos hétbolygórendszer. És nem véletlen az, hogy aki tudni akarta, hogy mi az ég akarata, hát az nem a vakon járatokat kereste kapával, hanem az égből próbált következtetni. Hát maga evangéliumokban szerepel Jézus, amikor mondja, mikor jön el a világ vége. Egy biztos, kicsit humorosan mondja, de én teszem így hozzá, hogy nem akkor, amikor te gondolod, hanem pont akkor sajnos, amikor te nem gondolod. Tehát ezért kell észnél lenni, mert lesznek jelek a napban, lesznek jelek a holdban, lesznek jelen a csillagokban. És háborúk híreit fogjátok hallani, földrengésekről, járványokról fogtok híreket hallani, pusztulásokról, katasztrófákról, de tudjátok meg, ez még nem a vég. Na most hol tartunk? Hát pont itt tartunk. Járványok, háborúk, földrengések, de tudjátok, hogy ez még nem a vég. Mert a vég úgy jön el, mint a tolvaj éjszaka, hogy amikor nem számítasz rá. Tehát, hogy ezt hogyan lehet, egy ilyen már eleve, már állandóan ilyen jelek vannak, és mégiscsak azt mondja, hogy mert ha a ház ura tudná, hogy mikor jön el a tolvaj, akkor ébren lenne. Tehát, és figyelne. Tehát egy biztos, teljesen mindegy, hogy éppen ébren vagyunk, vagy alszunk, ebből a szempontból alszunk. Tehát ébren kell lenni. És mivel oldalirányból sok hírek jönnek, mennek, ez azt mondja, hogy 2012, az azt mondja, hát 2012 előtt 2000-et mondták. Mondom, tudjuk, az akkori apokaliptikus légkör, könyvkiadási gyakorlatok, tévéműsorok, extra szeansz, szeanszok, azok érdekes módon 2000-hez igazítottak, teljes joggal, csak nem történt semmi. Olyan módon, miért? Mert hogy 2012-ben sem fog történni, miért? Mert nyakig benne vagyunk. Tehát azt a napot, azt az órát senki nem tudja. Ezt megint a legilletékesebb mondja, aki az atyának a fia. Az csak a Teremtő Isten tudja, miért? Mert ő teremtette a világot. Tehát nem profécia fogja megmondani, hogy mikor lesz, hanem a Teremtő fogja eldönteni. A profécia pedig hát nyilván jelzi, és nem árt tudni azt, hogy ez viszont meg egész könnyű, miért? Mert 2160 évig tart egy világhónap. Ha most 2011-ben vagyunk, akkor a halak világhónap végén vagyunk. Tehát ez mit jelent? Hát az, hogy vége. Tehát ez azt jelenti, hogy halaknál a kérdés élet-halál. Tehát itt vagy meghal valami, vagy pedig életbe marad valami. Tehát ez tényleg egy precessziós világéven belül is, a halak világhónap végén, ez egy drámai időszakot jelez. Tehát erre könnyű jövendőlni olyat, hogy majd meglátjátok, vége lesz.
Tehát minden kultúra ide teszi, minden vallási, hát a védáktól kezdve minden jövendőlés ide teszi. De azért, mert jövendől, tudja, hogy ez egy fenyegető kozmikus helyzet. Tehát innen kijönni, hát ez maga a művészet. És úgy tűnik, hogy a magyar üdvtörténelem olyan, lennénk, bár lennénk megváltott bűnfia, mi hunok. Tehát mi hunok, bár lennénk megváltott bűnfia emberiség. Tehát azért gondolom, Janus Pannonius sem lehetett nagy magyarkodásokkal megvádolni versei alapján. De az nem magyarkodás, ha valaki tudja, hogy az ő népére, nemzetére milyen feladat, milyen vállalás, milyen kötelesség, milyen sors hárult. És bizony ez egy kemény sors. Hát eleve magról van szó, új élet miből fog támadni? Magból. Hát magerő, magyar, magor, magar. Népről van szó. És nem mindegy, hogy hova hullik a mag, mert hogyha az honba, hon, az maga a hun. Tehát a hun és a magyar így tartozik össze jó esetben. Csak hogy a magvető példázatból lehet tudni. Magok össze-vissza mindenfele. Szikes talaj, sziklás talaj, jönnek az égi madarak, de mindig lesz olyan mag, amelyik jó földbe találja magát. Na most a hét fejedelmi személy tanácsot tart. Tehát nem kérdés az, hogy milyen szervezeti rendben fognak elindulni, nem hármas, nem ötös, nem tizenkettes, hetes rendben. Hogy aztán hány nép csatlakozik hozzájuk, teljesen mindegy, mert a hetes rend, a vonuló hetes mozgásban lévő szervezeti rendben fognak felépülni. És amikor megérkeznek, akkor mi történik? Illa berek, náda kerek. Nincs hetes rend. Miért? Megérkeztek. Hát ez maga a mozgás. Hát ide már nem mozogni kell olyan értelemben. Hát nem kell kimenni a Kárpát-medencéből, meg kell érkezni. De ugyanakkor pedig ezeket tényleg tudni kell. Na itt mivel indokolják, amikor ide mutatok, ez mindig az ázsiai és az a szkétiáról van szó. Mert van még egy nagyon indok. Szép indok. És ez kozmikus. Azért mennek egy Attila király örökség, ezt már megtárgyaltuk. Szállongó hírek, Csaba királyfi, Bendegúz, tehát a nagyon öreg, a nagyon fiatal, tehát a múlt és a jövő, mire bíztatja a jelent. A jövő a nagyon fiatal, a múlt a nagyon öreg. Aktív társadalom az nyilván a jelen. Tehát a múlt és a jelen, vagyis a jövő, mire biztatja a jelent? Az, hogy az örökséget visszavenni. Mert méltó örökség nélkül nincs hiteles küldetés. Tehát ez szó szerint egy küldetés. És képzeljük el, hogyha ők azt mondják, na de jó van, de hát az a helyzet, hogy X-faktor lesz este. Hát azért ne viccelj, legalább várjuk meg. Hát legalább várjuk meg. Tehát mindig van valami. És annyira le van kötve tulajdonképpen a figyelem, hogy tényleg az ember úgy belegondol, hogy mivel van tele ma egy átlag honfitársunknak, saját magunknak a kis fejecskéje. Mennyi jelentéktelen, fölösleges, semmire való, semmire kellő dologgal. A régieknek nem azért, mert régen éltek, értékekkel volt tele a mindennapi. Tehát nem az, hogy hanyadik emeletre megyek, mit nyomok meg, megvenni a buszjegyet, kifizetni a csekket, az adózást, ide menni, oda jönni. Tehát azért van különbség a kétféle életvitel között. De ez tényleg egy gyönyörű, szép jelzés küldetés vonatkozásában. A múlt és a jövendő mozgósítja a jelent. Tehát azt a korosztályt, azt a társadalmat, azt a nemzedéket, akinek élén álmos áll, és egy álom valóra fog válni. Mikor? Ha álmos visszavezeti a magyarokat Attila király örökségébe. Szó szerint itt is megjelenik ez a kettősség, ébrenlét álom. Tehát ilyen utat megtenni, pusztán
ébrelléti tapasztalat világra hagyatkozva nem lehet. Miért? Mert ha csak erre hagyatkozok, azt mondom, hogy rossz idő van, esik az eső, fáradt vagyok, lovakat abrakolni kell. Tehát mindig jönnek az érvek. Tehát mi az, ami előre lendít? Egy másik világból lehozott, megálmodott tudás. Gondolom mindannyian tudjuk, mert ez gyakorlatilag megint csak egyetemes hagyományról van szó, de ez még az Ótestamentumban is így szerepel. Ha Isten direktben szól valakihez, és nem látomásban jelenik meg, vagy nyilatkoztatja ki, az embernek melyik időszakában szólítja meg? Álmában. Tehát álomban, jó esetben közelebb vagyunk, mintha közelebb lennénk. Miért? Mert a racionalitás nem köd gúzsba, meg a mindennapi életnek a gondjai. És ha van probléma a holnapi napra, akkor hogy teszünk? Alszunk rá egyet. És nem egyszer, tehát bármennyire hihetetlen, és ez nem a feladatoknak az elodázása. Tehát gondolom, tudjuk, egy szerves, hierarchikus, szakrális társadalomban nem szeretnek halogatni, hogy nem, az a patópál ügy, hogy ráérünk arra még. De az, hogy én azt mondom, hogy hát aludjunk rá egyet, a szó szerint egy egyeztetés, egy felső tanácskérés, tehát egy ottlét fogja megerősíteni az itteni döntést. Na hát már többször mondtam, hogy mit mondanak ott. És ez nagyon szép, és tényleg az ember úgy elkezd csodálkozni, hogy közben még történik ám valami. Hát jó, Attila király öröksége. Miért kell visszavenni? Tehát miért van rá szüksége? Mert a hely szűkét, na itt utána kellene nézni a latin szövegnek, hogy mi a hely, mi a szűke. A hely szűkéből eredő veszélyt el kell hárítani. És nyilván nem ott szűkülnek a lehetőségek, hanem kozmikus szinten a sötétség szűkíti az emberi tájékozódás lehetőségeit. Hát most nagyon beszűkült. Hát én emlékszem gyermekkoromra, emlékszem arra, hoppá, ugrunk egy nagyot 90-es évekbe. Ma már mozdulni nem lehet szinte. Tehát ennyi csekkiállítás. Hát régen vett az ember egy buszjegyet, kész, oda, hát most szerencsétlen, adminisztrál így, beüti úgy. Gondoljuk, mindent beszűkítenek. Agyon adminisztrálnak, és az eredendő élet lehetőségei, mert ez azt jelenti, hogy mesterségesen kohol szabályozás révén beszűkítik, magyarul elsorvasztják az életet. Tehát egy egyetemes élet lehetőségeinek a biztosítása.